Üres a hinta, és a csúszdát sem használták, a hideg miatt kedden délelőtt Szekszárdon a Kölcsey utcai játszótéren a gyerekek. A városnak hamarosan ez a játszótere újul meg. Ezek a felvételek már a szekszárdi polgármesteri hivatalban készültek. A dokumentum pedig, amire a pecsét került, azt tartalmazza, hogy a város ipari parkjában 2006 óta működő egyik cég 2 millió forintot adományoz a városnak, azért, hogy a pénzből a Kölcsey utcai játszóteret újítsák fel. Közösen alakítottuk ki, hogy milyen célra lehessen felhasználni ezt az összeget, és mindenképp a fiatalokat szerettük volna támogatni, jelen esetben a gyerekeket, és így közösen került kiválasztásra, hogy akkor legyen játszótér. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondja, a városban működő vállalkozások a helyi adóbefizetéseiken és a rendezvények támogatásán keresztül eddig is sokat tettek a helyi közösségekért. A mostanihoz hasonló felajánlást viszont eddig még nem sokan tettek. Én azt gondolom, hogy a jövőben mutató megoldás mindenféleképpen, hiszen tudjuk azt, hogy Szekszárdon sok játszótér van, de ezeknek az állapota néhány esetben hagy maga után kívánnivalót. Hogyha ez a kezdeményezés majd több helyi vállalkozás is ösztönöz arra, hogy hasonló akciókat támogasson, akkor a következő években a játszóterek felújítása felgyorsulhat. Természetesen mindenképpen fel fogjuk ezeket újítani, csak akkor felgyorsul ezeknek a felújítása. A szekszárdi Kölcsey utcai játszóteret a tervek szerint tavasszal kezdik el felújítani.